Nem megy a labda keresztben, Benikházi elengedte, és így jöhet egy jó támadás, ott a bepasszolt labda középre, és ott az egyenlítés. 4 perc telik el, és már is 1-1. Hamar fordult a kocka, és hamar, valóban hamar fölállt ebből az ütésből Szilit csapata. Most egy kicsit az ő képe, az ő ábrázata is más. Ezután a gól után meglehetősen hektikus gól volt, mert ide-oda pattogott a labda, de aztán a minden igaz, Barci volt az, aki a hálóba terelte a labdát. Nézzük onnan belülről, úgy tűnt, hogy gyorsan lehet indulni, ott maradt középen a labda, kipattan. Nikházi lőtte rá, kipattan a labda, és valóban Bacsa az, aki befejezi ezt az akciót, 1-1 tehát.